Második próbálkozás. Sziasztok, csá mindenkinek! Most már profik vagyok, mint az állat. Hozok vizet kapásból ebbe a kannába, ugye a víz az köl. Meg a kaját akkor, hogyha van, azt kell rakni, mert itt egy csomó kaja volt egyébként. Egyébként tudod, mitől félek? Hogy nehogy az legyen, hogy ugyanaz fog, ugyanazokon a helyekre tudsz menni, hogy itt nem véletlenszerű. Ja, hogy ugyanaz a sorrend, meg minden. Fú, csak ne az ne legyen, mert akkor az úgy nem jó. Bár mondjuk aztán mentünk vagy 10 kilométert, még később lehetnek új dolgok. Ja, 12-t. És azt föl se írta neked se, nem? Nem írja itt most pluszba. Nem újra kezdte. Szerintem nem, ja. Azt mondja, hogy hát ebben csak vizeled van a hűtőbe. Oké. Úgyhogy víz az kell. Hoztam 20 liter vizet. Abba tudunk innia is. Ebbe kell víz? Kell víz mindenképp, meg motorola is. Oké, raktam be a vizet. Ki se kell nyitni egyébként, elmondom neked a kannát, hogyha ha átöntöd. Nem kell kinyitni, hanem csak rá kell kattintani. Úgyhogy ez tök jó. Ez mi? Olajforma akar lenni. De nem tudom. Open, na. Bazze kell, izé, hallod, hogyha... Várjál, petrolt. Ez szar. Kell fegyver, hallod? Mert a zombik megcsesznek minket. Azért nem számítottam, hogy zombik lesznek, nem? Jó, bazze. Én nem tudom, hogy mit csinálok, hova burogatok, de... Ezt nem vágom itt a töltést. Hát a feeling, az kell, ugye, annak kell kiírodni, és akkor nyomni a bal gombot. Nem rossz, ez már nem kell célozgatni, automatán megcsinálja egyébként. Na most lekapta, jól van. Én a csomagtartóba... Motorola... Nem kell, volt? Hát volt, de az a baj, van benne 40% benzin is. Az meg szerintem nagyon sok. Az nagyon sok, bazza. Ki kéne venni a motort, azt a teljesen kijönteni belőle azt. Várja. Tudzost. De miért nem folyik ki belőle? Hüttő azok. Ja, mert már kéne fordítani. Kijöntök belőle mindent, hallod? Ja, én is azt mondom, mert nagyon... Vegyes izé volt benne okay. Köret. Na. Vegyes köret. Na itt 100% petrol, ez kell nekünk. Raktam már bele, már fullon van a petrol. Ja, ez a... Ja, nem lesz kell nekünk, olaj kell, de hülye vagyok. Ja, várjál, olaj, az meg... Vannak egyébként olyan hülyeségek. Petrol... Hol az olaj? Nincs olajunk. Zöld hordókban mi van? Ebbe a zöld kannában van, de csak kevés, 2,5 liter itt a... Ja, ez víz. Nincs motorolajunk. Nem Rakom 2,5 litert raktam bele, de csak annyit tudtam. Itt van-e? Földön, te. Láttál? Aha. Fullon van. Jó, akkor ezt nem is kell vinnünk, mert szerintem ez nem fog elfogyni. Mi az, ami kell? Hát kaja meg pia. Vagy pedig jól lakunk itt. Egyé, így el. Lakjunk jól. Na, dobd el ezt az energiaitalt. Bob. Király mód. Hú, bazza, most én is olyan sprinter lettem, mint te voltál. Hogy fut? Assza, betyár! Durván szedi a lábait, hallod? Oh, kurva jó! Jó van. Jó, hát igazából más nagyon nem is kell, szerintem. Itt inni való volt még? Vizet az... Víz az van a kannába. Raktam el. 20 liter. Kell innod? Vagy kell innod? Innom még kellene, jó. Várj, akkor ide öntök a szádba. Oké, okay, elég. Tele van.
meg itt 3 liter, nem csoda. Ez bazzik, ez nagyon komoly egyébként, ahogy meg van csinálva. Ott is van egy panna, az mi? Be volt keverve szerintem, azt azért, ja, hogy nem ez akartam. Tényleg, ez keverék. Tudces. Akkor amúgy, ennyi? Amúgy itt elmondom, neked van 88 liter petrol. Úgyhogy ha akarnánk. Teletöltöm akkor ma. Az égben mi van a gáztűzhelyen? Körömpörköt? Igen. Na, menjünk a frágba. Na, várjál. Úgy se kövás. Azt még bedobom azt a konzervet. Úgy. Veletsz? Veles? Veles. Várj, akkor veletek egyet, még nem kipróbálom. Most veled, ja. Akkor AK-t el kell raknunk, hogyha találunk. Mert megcsapnak minket, hallod? Hát maximum zombis helyre nem megyünk be, vagy tényleg fegyver kell, ja. Hallod? Ledorálni őket. Szétkapták a ladát, pikpak. Hát az durván, ja. De úgy, azt te nem láttad szerintem, szétdarálták az egészet, széttépték. De láttam még. Láttad? Láttam még, persze. Megint fúj a förgetek, hallod? Jól van, ott a flashlight. Aha. F4. Ja, valódalon írja. Nincsen durány. Kicsit olyan furán vezethető. Mi ez a pattogás? Mi ez? Valami koporog. Te hallod? Milyen szél van? Egy szélvihar. Te nem hallod ezt a pengés hangot? Mint amikor pengetik a gitárt. De. Ki tudja mi ez? Mi ez? Amíg megy az autó, nincs gond. Mi ez? Olyan, mintha folyna valami valahonnan. Amúgy ez jobb lesz, mint a long drive, szerintem. Szerintem is egyébként. Már most jobb. Valami olyan, mint a fóna valahonnan. Te úgy azol? Nem. Nem. Fúj a förgetek, rendesen hallod. Nincsen ajtó. Elmondom neked, hogy ez véletlenszerű lesz meg, ez a pálya. Mert itt volt beoldalt egy oszlop tök hamar, és most nincs itt. Úgyhogy tuti. Úgyhogy véletlenszerű. Ami jó. Rádiós is tereg, vagy forra hüttővíz. Hát nem. Bekapcsoltam a rádiót. Ez véletlenszerű lesz, hallod? Mert nincsen itt a izé. Nincs itt a baloldalt a torony. Megint esik. Megint jön a hóvihar. Megint hóval, ja. Aztán izé, nincs sajtó, hallod, hüttés, semmi szélvédés. Megfagyunk. De, itt van ez a szar oszlop. Ekkor ez nem véletlenszerű. De hát akkor ne álljunk meg, nem? Ja. Te, szerintem a motorolaj folyik. Mert csak 4,5 liter van benne ma. Elfogyott. Várjál, megnézem, lecsukom. Az hát. Fújt a motorolaj. Meg nincs lámpánk, ám mondom neked. Nincs. Úgyhogy... Tényleg, ott volt az épület mögött. Úgyhogy izé, éjjel egy kicsit izgalmas lesz pedig. Elrugg a havas úton, azért izé... Igen, igen. Viszont, hogyha így nem úgy generálja véletlenszerűen a pályát, akkor annyiba gáz, hogyha újra kezded, akkor uralmas lesz, tudod? Ja, mindig tudod, hogy mi követ, nem tudom, milyen épületek. Hát most jött a garázs, ugye? De mondjuk van közvilágítás, úgyhogy nem gáz éjjel menni. Lámpát, tehát jól ott hagytuk. Fúj a förgetek, rendesen. Most jön elvileg a bal oldalt a garázs, nem? Vagy mi volt először? Egy másodszor? Ó, mi ez? Itt a Mustang. Itt a Mustang. De ne álljunk meg, nem? Á, akkor ugyanazt adja be, ugyanazt. Hát akkor el kell jutni a zombis részig. Lehet, hogy egyre nehezedik ám. Lehet, hogy úgy van, hogy mit tudom én, egyre olyan dolgok lesznek, amik nehezebb megcsinálni. De várjál, hol volt fegyver? Hol a benzinkuton. Úgyhogy azért kell megállni a benzinkuton, ott föl kell venni a fegyvert, és a következő helyen már jönnek a zombik. Ez így van kitalálva. Hű, mi ez? Ott volt egy autó. Bal oldal. Ja.
Ugyanazokat adja be, mint előzőleg. Ez gáz. Jó, mondjuk lehet... Ezzük utig meg se álljunk, addig menjünk, nem? Ja. Ott megtankolunk, ott van kaja is, tudunk enni. Szóval jó zene, szotyi. Most legalább jó rádió. Meg vagy izzadva, bazze, aztán förgeteg van. Hú, bazze, valami táblák voltak itt. Ja, itt volt egy valami. Láttad? Ott volt egy ilyen garázs. A nincs hideg végül is. Nincs. Ahhoz képest, hogy ajtunk se nagyon van. Kíváncsi lennék, mi van utána. Akkor ahol vannak a zombik, azzal nem szabad meghalni, hallod? Az a lényeg. És mennyi lőszer volt a fegyverben, amit találtál? Elég lesz a zombikra? Nem tudom, de egyébként ha elfutsz tőlük, akkor leakadnak, mert én is leakasztottam őket. Csak szomjan haltam. Mondjuk még az is lehet, hogy a zombik, amit őriznek épületet, abban egy működőképes autó van. Amúgy valami. Nem véletlenül, ja. Szerintem nem véletlenül van az. Megyünk a izéig, a garázsig. És akkor azt kéne csinálni, majd mit tudom, te vezetsz, vagy fordítva, másik meg lő, hallod? Ó, itt is a benzinkút, elmondom neked, hallod? Ugye megálltunk mindig, aztán azért tűnt soknak. Itt is a benzinkút, tessék. Ja, tényleg. Megköt a hankónyi. Meg a kaja, meg enni esetleg, nem más, nagyon nem kell. Te, nézd a lada! Ez nem itt volt, nem ilyen volt. Látod? Nem ott volt a lada. Micsoda hóvihar. Na. Tankolj én meg, akkor hordom addig a... Basz, ez zabál rendesen, hallod? A kajákat. Meg a G-fegyver kell, az is itt volt. Te, nincs itt a G-fegyver. Akkor az random. Ne szívass. De. Akkor rábasztunk. Akkor mit csinálunk a zombikkal? Akkor nagy gáz, el kell ütni őket. Vagy lehet, hogy máshol lesz, jobban körül kell nézni. Hát én nem látok itt te. Hú, bazza, nem szabad meghalni, mert akkor kezdhetjük újra megint. Higyál is, meg egyéj. Legyen maxon. Az szétkapták a ladát, mint a szart. Ki kellett volna ugranod neked is. Ha véletlen az történik, ugorjál vagy ki. Hogyha nagyon nagy lesz a baj. Találtam egy első segélycsomagot, azt is elviszem majd. Tudjuk magunkat gyógyítani, ahogy van. Baszik, de nagyon brutál hó. Hallod, ez nem volt ekkora hóesés ezelőtt. Rendesen fúj a förgetek, basszus. Ez elmondom neked, ez jó, nekem tetszik ez a játék. Én ezt várom, hogy kijöjjön. Ja, jobb, mint a Long Drive. Meg már csak azért is, mert az már nekem kétszer kidöglött úgy, de hallod, olyan szinten kifagy, hogy a gépet is bekapcsoló gombak ki kell nyomnod, mert az egész gépet befagyassza. Ja. Úgy kell kinyomni a gépet, le se tudtam állítani. Egyébként azért gondoltam, hogy te mindenképp veled akarom ezt kipróbálni, mert te nagyon vágod a Long Drive-ot. Hát nem az, hogy annyira vágom, de egy 400 valahány kilométert azért lenyomtam vele. Jézus úristen! 300 kilométer fölött járok a Long Drive-ba, csak most megint az van, hogy két napja eltűntek a mentésein, amióta kifagyok. De aztán egyszer visszajöttek, nem? Visszajöttek, de most megint ugyanúgy eltűnt. Jó van, akkor kaja pia van. Na, nézzünk jól körül, hogy a fegyver tényleg nincs itt valahol, vagy nem tudom. Jó, a zombik azok szétcsesznek minket a francba. Vagy ne álljunk meg a zombiknál, de meg kéne nézni, mi van abban a garázsban, nem? Ja, vagy pedig azt csináljuk, tudod mit? Kiraksz engem, én elfutkorászok a zombikkal, te meg megnézed, mi van a garázsban. Tudod, ecsalom őket. Gyalog. Aha. Figyeld, itt egy műszerfal. Te tudod, mit csinálok? Rájöttem, mit csinálok. Viszont itt van egy energiaital. Ez kéznél lesz. Megiszod, elfutsz. Megiszod, aztán futok, mint a nyúl. Ez komolyan ide rakom lábhoz. Te, nézd meg ezt a műszerfalat. Ez nem jobb, mint a miénk? Vagy... Te. Ide rakom.
Bazzeg. Szerintem a miénkben nincs is. Hanem azért nincs van csak az, aha, azért van csak ott az a szar. Azt nem félek el az ajtót addig. Tegyünk rá ajtókat is. Várjál, hogy kell unmond. Már úgy, ha zárt ajtóknál lehet, hogy nem férnek úgy hozzá. Ó, nem? Most már van műszerfal. Eddig nem volt műszerfal, hallod? Nem is volt műszerfal. Nem, azért volt ilyen csúnya, csak ugye, mit tudom, valami imitálva volt. Te, itt ez, tudod, nem van minden ajtóban. Szóval még diszlész is van alul. Azt mondom, hogy tegyük rá az ajtókat a miénkre. Ez egy első ajtó. Az a baj, hogy nem jó majd. Egy hiányozni fog mindenképp. Egy bal hátsó. Bal hátsó nincs. Várjál, ez ami itt van nálam, ez szerintem az. Viszont kim van? Kívül. Ez bal hátsó, oké. Kerítésen kívül vannak még dolgok. Mindjárt egy jobb hátsó kéne, jobb hátsó ajtó. Nekem ez a játék bejön. Esküszöm. Nekem jobban bejön. Most kövezzem meg akárki. De nekem ez jobban bejön. Á, itt ez egy első ajtó, de szerintem valami Mustangé. Vagy valamié, mert ez nem is hasonlít. Meg ez se. Ja, ez se. Oksi. Jó, más na, nincs. Jó. Akkor nincsen fegyverünk, akkor annyi, hogy megiszom az energiát, az ecsalom őket majd én. Hol az energiaitalom? De raktam a földre, jó? Itt van a földön az energiaitalom, ezt beverem, gyerek! Hallod? Ez lesz izé, harakiri. Igaz-e? Kiesett. Kiteszel majd, jó? Hogy várjál? Hogy csukom be az ajtót? Várjál. Ha benn ülök. Hát úgy, hogy ránézel és hogy magad fele meghúzod az egered. Rá, lekattintasz balra. Hát úgy, hogy az ajtóra nézve. Kiszáll vissza, hallod. Nem is tudom mit, open, na, open könnyítni, írnia, várjál, beteszem neked, na. Nem írta az open. Indulj már. De nézd meg, most van műszeretség. Van, igen. Hőfok, meg milyen jó világ itt, kurva jó. Á, de komoly. Nagyon jó. Na akkor most mi a terv? Most tudod a terv, hogy kiraksz majd, ecsalom őket, te meg megnézed, hogy mi van a garázsban. Vigyázzál, meg ne halljál. És ha nem tud őket ecsolni, akkor szumedli van. Elcsolom őket, ne aggódjál. Mi van? Rúg a gép. Igen, havas a rúg. Na megint valami olyan hangot hallok mindig, mint a fóra valami baza. Én is amúgy. Mi a fasz ez? Lefőtt a kávé. Bárja, nem raktam rá izét. Megint biztos. Satú. Nincs rajta tanksapka. El is volt 7 liter, jó volt. Ez jó. Na, tudok egy pisádi? Tudok, jó van. Ugyok egyet. Ugyok egyet. Lefőtt a kávéje kezdni. Na, az-e, na. Olyan hangja volt. Kíváncsi leszek. Túléltünk egy napot, azt írja egyébként. Ez kurva jó. Ez, nagyon bírom ezt a játékot, hogy rohadjon meg. Nem tudom miért. Megint ilyen lefő, kávé lefővé is hang van. Na itt van a tábla még csak. Hátul is kettes ülések vannak, vagyis csak egyesek, nem három, érdekes. Ja, itt volt valami roncs is. Szereztél egy lámpát? Aha, szereztem egy lámpát. De nem ebbe való, de jó volt. A roncsok azok nem ugyanod vannak, látod? Mert itt volt a táblán ezelőtt valami roncs. És nem igen. Volt, és az lada is máshogy volt a kutyarn, úgyhogy azok, igen, azok igen. Randomok. Az épületek nem randomok. De hát aztán lehet, hogy a teljes verzióban random lesz. Hát, de egyébként milyen korrekt a készítő, hogy csinált egy ilyen demót, hogy letöltheted ingyen, nem? Az el lehet vele szórakozni. De szerintem ez egy sztici rendő. Jó szeretve lett ez a lada, sárga, piros, vigyázz neki, nem egy! Ugore! Piros, sárga, narancs, sárga. Megnéztem az alvázat néztem, hogy van egybe. Alá lehet nézni menet közben az autónak. Ja, lifi minden van. Budi. Itt volt a budi, és akkor itt jöttek a zombik. A bazen meglepő volt, hogy zombik vannak, na. Na azért a fegyver most jól jönne. Az AK, ja. A kurva életben. Lehet, hogy
Lett volna valamelyik épületbe, csak úgy elmentünk minden mellett is. Na, most jön a, ott jön a garázs. Nem szabad, itt egy lada. Aha. Na, de ez nagyon ki van fosztva. Zsiga. Ott mik voltak? Jobb oldalon. Jó, én nem is figyeltem, tényleg mi az? Van egy jó ajtó, de az nekünk nem jó. Ott az AK! Ott az AK! Ott egy AK! Kurva, meg van egy turbó, hallod? Van egy kokomos csiga is. 30 lőszer van benn. Ó, akkor levadászod. Kiteszlek, azt levadászod. Faszod, ki se kell tenned? Várjál, nem tudok beszállni, úgyhogy ha... Aha, nem. Le kell raknom, várjál, berakom az AK-t. És úgy szállok be. Mert nem tudok beszállni a AK-ra. Ú, de jó, visszatolatni. Na, kitesző. Aztán szedem őket messziről. De az AK-nak is tök jó kinézete van, ilyen rendes élet. Csak fejre lőj. Talán előbb vannak. Ezt megnézzük, talán van ezben valami. Fasza, jó van. Alakulunk. De van kihívás egy kicsit. 12 és fél kilométernél van a... Aztán lehet, hogy nem is lesznek zombik most, hallod? De! Tele van zombi, van minden. Várja, lassan. Áll meg. Szól a zene. Megjöttek a cigányok. Tudsz lőni menet közben is? Nem, állj meg. Ki kell szállnom? Nem is lehet. Ki kell szállnod? Aha, ki kell szállnom. Kiveszem a lánkát. De nagyon, nagyon közel nem menj hozzájuk. Megpróbálkozom. Az a baj, elütni se lehet mindegyiket. Várjál, nehogy meghalj. Várjál. Megpróbálom, lehet, hogy nem kezdenek el ficeregni. Nagyon őrzik az épületet. Egy meg volt. Hopp, az szép volt. Kettő. Milyen jó hangja van. Aha, meg jó, rendesen visszarúg minden fasza egyébként. De még az a szerencse, hogy nem állnak neki futni feléd. Nem, jó. Már akkor lehetne spurizni. Meg volt még egy, még van 8 lőszerem, meg lesz mind. Talán hátul nincsenek. Még itt kettő áll a túloldalon. Kettő? Egy? Kettő, igen. Tényleg? Bazza, négy lőszerem van. Csak fejre. Tényleg, azaz. Még egy van. Fejre ízés, jó, mert fejre. Csak az a baj, nem akarom kinyiratni magam, tudod, de hogy rám jöjjenek. Még egy van. Azaz. Hátul nincs. Egy lőszerem van, hallod? Nézd meg azért. Nincs. Uáááá, király! Az igen. Bazza, kurva jó. Lákát lerakom. Ó. Oh. Te alud, benn meg tele lenne. Halló, fasz, egy rohadt Mustang van, nincs benn motor. Meg egy rengeteg fösték. Ezt őrizték annyira. Ah, nincs semmi értelmes. Nincs is érdemes elvinni, nem? Van egy, 14 liter víz. Van egy gázpedál, hallod, vagy mi ez? Még azt is kell cserélni. Várjál, az ajtó, ez ki... Ez csak izé, nem ki? Lehet rajt kimenni. Jadis. Ezt őrizték annyira. Pesteni nem akarod a Verdát? Á, jó az. Turbo itt is van. Autentikus. Mustang kerék. Á, menjünk, szerintem lófasz ez. Hát, ja. Azt hittem legalább itt lesz egy működő autó, vagy valami. Nem baj. Lákát akkor azt vigyük, nem? Lehet, hogy még lőszer lesz hozzá. Na, berakom akkor. Berakom lábhoz. Tiszta ilyen izé. Kalaptartóra tett. Tényleg. De nincsen ablak, kiesik, hallod? Nem jó. Ja, tényleg. De kurva jó, minden ruszkik bezeg, az AK benne itt a lábamnál. De hallod, tudod mi az érdekes? Na. Nekem mi? Nem... Ha bennülök, nem írja azért a... Az ajtót? Az ajtót becsukni, ha beülök, és utána magam után becsukni az ajtót. Na gyere! Mit csinálsz? Várjál, nem tudom most mi történik, de nem tudok menni semmire. Várjál, most lebegsz, lehet, hogy beakadtál valamiben, mindjárt odaig járok. Ez nem igen akar indulni az autó. Ajj, beülök hátra. Na, most így jó.
Nagyon ugrál nekem most az autó. Ja, már nem. Na, vezessek? Mehetsz, ha most itt ülök hátra, mindet ijeszelnek. Faszad, jó van. Oké, okay. Jó vagyunk. Na, eddig még nem jutottunk el. Ja, most már itt mindjárt 13 km. Szavaz. Csak akkor lesz cumi, hogyha a következő helyen is lesznek zombik, már most nincs lőszer. Hát akkor el kell ütni őket. Van kilométer óránk, de jó. Ja, az jól néz ki. Mi ez? Ez mi ez a süstör? Megint folyik valami. De még mindig ez a leföl a kávé hang, tényleg. Aha. Ez itt nem... is át lehet ülni menet közben. Szerintem igen. Gyere, ülj. Ja. Hűvá. Ja. Szavasz. Kurva jó. Kíváncsi leszek, hogy még mi lesz. Lesz-e másfajta épület? Azért az adná. Szerintem ezt tetszene is a népnek live-ba is. Ja, jóféle. Hogyha még úgy nem próbálgatta senki. Elég, valamennyire elég új, azt hiszem, hogy most jött ki a demo, talán pár hete. Uh-huh. Alapból ilyenről jó lenne, az ember kapna mindig értesítést, érted? Mert azért kijön egy ilyen játék, azt lehet, hogy észre is veszed. Én körülbelül elmondom neked, tegnap azzal töltöttem egész végig az időt, hogy mivel tudnánk együtt multiba játszani, akkor meg ez szembe jött velem, mondom, nem hiszem el. Hát mondom, van egy ilyen. Figyelj, van ott egy torony, megnézzük. Na, gázva. Vigyázz, mert sziklák van. Vannak kövek. Jó ez, nem gép, ha nem bírja. Valami van. Nem pont odáig elcsúszunk lehet. Nem potyogott ki semmi. Jój. Valami nem stimmel. Valami várja. Elég érdekes. Na, oké. Okay. Jó. Azért vannak dolgok itt is. Igen. Amúgy van egy olyan gomb, hogy vissza lehetett állítani ám. Az volt a szerencse. De viszont itt van lomb bővebb azzal. Megállítom, meg kézifék. Szóval ez a hülye zene. Mi az a sok lomb? Ha nincsen értelmes, nem is kéne itten minél semmit, nem? Mindenhol csak olaj, meg víz, meg ezé. A hülyeségeket sem értelme hordani. Á, nincs itt semmi. Gyere, van ital, ígyunk egyet. Igyál meg egyet te is. Humbar. De mi ez? Valami sör? Hó, Pepsi. Ez rá van írva. Ja. Fasza, jó van. Na, föl is nyomta, oké. Okay. Végre valami hasznos. Jó, azt szerintem meg mehetünk is a francnak várunk, vagy szórakozunk, nem? Fölösleges. Itt nem is néztél be, hogy itt mi van? Hát néztem, de most olyan, ami nekünk értelmes, szerintem az semmi. Ja, ja. Fegyver nincs. A hűtőrácsot fölpattintom, akkor van legyen egy hűtőrácsom. Tényleg, egy lámpa még kéne, azt nem látta valahol. Azt nem. Na, van már hűtőrácsom. Megint éjjel lesz. Van itt egy rozsdás motortető. Ez mi az, váltókar? Motorolaj. Itt egy váltó. 100% motorolaj. Azzal hogy állunk? Az jó, az van nekünk. Te, itt a váltókar-e? Mire jó az? Biztos be lehet tenni a gépbe. Miért nincs váltók? De várja, vezessé te, mindig én vedetek. De most nekem itt a sofőrülésből miért nem jelzi, hogy az ajtót be tudjam csukni? Érdekes. Hát mert bug. Király. De viszont sokkal kevesebb bug van szerintem. De olyan nehezen, kehessen indul a gép. Igen. Várja, már kell menni. Ha zombik ránk jönnek, akkor az fájni fog. Hát később gondolom lesz izé. Várjál! Ugye kettő játékmód közül lehet választani, most csak a demo, a menüből, most csak ilyen demót lehet, de van egy olyan, hogy infinity mód, tehát ilyen végtelen. Ugye azt nem engedi választani, szerintem akkor van az, hogy ilyen random, tudod? Random vannak a dolgok. Egyébként itt is van egy olyan bal oldalt, ott egy olyan torony. A domb mögött, de szerintem fölösleges megnézni. Ja. Megyünk tovább, hogy mi lesz. Persze, nincs itt lófasz sem. Már lassan 20 kilométernél leszünk, nem sokára. Ja. De valami... ez legalább írja a menet közben is, hogy mennyinél jársz a long drive, nem írja a menet közben, úgy tudom. Nem. Meg izé, tök bio még benne, hogy... az lenne jó, hogyha találnánk már végre valami autót.
hogy nem mindig ugyanaz a közlekedik, kíváncsi lennék. Mustang az biztos haladós. Az biztos repét. Sasolom most az utcélét, mert bazza, ott is vannak néha random dolgok. Mi? Aha. Jó néz ki, meg ilyen csillognak a lámpák fényeinél valami, hogy ilyen mitől bogarag vagy mi a faszok. Itt a budi. Itt volt egy budi, de hát nem volt semmi érdekes szerintem. Ott van baloldalt egy újfajta épület, baloldalt. Nézd, biztorodj. Látod? Aha. Ez mi? Mi volt? Mit örül? Robbant a motor. Pazzeg! Te, nem olyan jó. Fekete füstikot húzunk. Hallod? Mit a... Igen. Mi a fasz volt ez? Egy ilyen nagy korom kivágott a hátuljából, utána meg húzzuk a csíkot. Mi volt ez? Mi ez kurva? Nem tudom. Bajok lesznek meg. Bazzak, nézd már meg! Füst van! De most ez mit ül? Nincs benne víz! Jaj! Te miért robbant, bazzak? Ez nincs már víz! Ez kurva, van nálunk víz? Hogy, de hozom, már itt te! Már rakom is, ne viccelj! Ez mi? Mentőláda? Mentőláda, és ebből... Jaj! Elvisszük. Hoppa! Nézd meg a kaja szintedet, hogy még jó-e. Ajaj. Nem az a baj. Öröm az, hogy töltöttem a motorolajba is vizet. Abba is, az jó. De, nem baj. Az jó, hogy ezt neki ütti. Itt van 100% víz. Meg mi van még itt? Ez valami keverék. Jó, megtöltöttem, faszáv. Van vízünk. Meg... Tudsz ígyna is, ha akarsz. Meg van kajánkám egyébként benne csomagban. Turbó kell nekünk? Nem, mert nem tudjuk fölrakni. Ez alatt sem tudtuk. Nem tudom mi jön. Menjél fel létrán, hallod? Ezt leesek, mi? Etődök a lába volt. Miért? Te voltál már föld? Nem, csak mondom, nem is nézni, tudod. Mi van. Nem tudom. Nem? Nem megy fel? Nem. Nem is baj, legalább akkor... nevesek le. Ja, akkor go tovább. Lezártad a hűtősapkát? Igen. Miért posztad? Csukd az ajtómat! Nem csukja be ez a bolond. Milyen posszad, bazze? Hallod? Nekem nem jó hangos volt. Nagy durranás. Jó, hát nem, arra vagyunk, arra vagyunk. Ide nem előre. Volt érdemes együli. Mi volt a lámpa? Light? Aha. Ja, hiszen csak egy lámpánk van. Meg az F az meg izé, nem is tudom mi volt, nem? Ja, egy szemüvegép. Egy lámpánk van, hátsó lámpa sincs. Refit nyomja, F-et. Szerintem F a refi. Nem? Nem, ez a refi. Most vagyunk refi. Ja. Csak egy lámpánk van aztán. Ja. Ebben nem lehet aludni szerintem, de minek is? Meg ilyen tök jó ködefekt van, látod, ilyen körös a dolog. Na, ott is van egy izé. A jobb oldalt lesz valami csomó minden. Itt mindjárt, nem sokára. Oda né, ott egy roncs, meg van egy busz megálló, vagy valami. Megint egy Mustang roncs, megint nem lesz bent motor. Mi ez a fészer, bazze? Legyen bent motor! Ó, nincs bent motor, bazze. Sosincs bent motor. Egy Mustang kerék van itt. Lófasz. De viszont a rendszám, hátsó lámpa nincs rajt. A rendszámot le lehet menteni. Duda. Ez mi? Elmondom neked, tudod, mit találtam? Ilyen látót, hallod? Az kemény. Komolyan, de ilyen nagyon betegül néz ki be. Jézus. De inkább használhatatlan, mint jó. Duda. Ja, itt, figyelj, itt szétszórva vannak itt ilyen alkatrészek. Itt egy ajtó is. Itt egy lámpa is. Jó ami... rozsdás ajtó. De ez izé, ilyen ajtónk van, akkor ez nem kell. Nem, a kivágott kell, ja. Itt egy index. Egyébként, ja, izé van. Amikor van ilyen cucc, akkor a környéken van a szétszórva dolgok. De ez gurva jó az a játék, én bírom. Na, tedd rá az indexet, Dick. Oké. Más nincs. Itt van egy lökhárító darab. Hallod, a Mustang elhelyett izé van. Egy valami szarvas vagy kutya. Na, komolyan.
Rádiónk van, mert az is van egy itt. Van, van. Jó. Akkor menjünk, nem? Menjünk. Te... Szép a izék. Te a Mustangba ne rakjuk bele a motort, meg mindent. Á, nincs értelme. Nem megy, jó. Ja. Lehet, hogy még rosszabb uverne. Várjál, az ajtómat nem tudom becsukni. Bekötetnem neked mindig. De még figyeled a lábát, hogyan nyomja a gázt. Igen, ezt is néztem, a haldög durva. Nagyon meg van csinálva. Zálka meg itt van még mindig a zölembe. Egy lövésre. Csak nehogy éhen hagyunk, bassz, elfogyál a kaja szinted, vagy a pia szinted, meghalsz instant. Van nálunk valami konzerv, nem? Csak nehogy elfeledkezzük róla. Kaja, ja, kaja kell majd. Nok, szokom nézni, figyelek rá, meg pisilnem kell. Ez se rossz, hogy ez van. Egyébként most jó nehezítés, de hát poénos, hogy nézni kell a kaja szintedet. Szerintem nem rossz dolog. Hú, nehogy neki menjünk, ne meghalljunk. Kezdhetjük előre, már 20 kilométernél vagyunk. Azt írja, ott vannak ugye a direktívák, már rájöttem, a bal oldali fönt. El kell menni 50 kilométert, és éjszaka, spending the night after 50 kilométer, valamit kell csinálni. 50 kilométerre éjszaka. Nézem, hogy mi van ott a távolban, de szerintem semmi extra. Ja, ott is csak gondolom üzemanyagok. Ja, ja, ja. Ja, valamit, ha 50 kilométert teljesítesz, akkor még éjszaka valamit kell csinálni. Az, azért van az ott fönn X-el, hallod? Úgyhogy az ilyen küldetés, úgymond. Fasza. Egyébként van ranglista, azt néztem. Ha meghalsz, akkor berak egy ranglistára, hogy hányadik helyen végeztél, mennyire voltál jó. Ami 18 ezer. Jó, van, hát a zombikat ki kellett tapasztalni, hogy most... Ja, azokat nem, nem jó elütni, mert izé megdöglünk. Várjál, valami van előttünk. Egy jármű. Bal oldalt. Már 20 kilométert megtettünk. Valami jármű. Egy lada szerintem. De mi ez? Neonok vannak alatta? Ne, a neonokat le kell szedni, hallod? Látod? A világít. De amúgy a Mustang alatt is a legelején valami világított. Igen, ott a neon. Neon, bazzeg. Ne! Fú, de kurva jó! Neon! A lökhárítót azt levettem, mert nekünk az sincs. Dobok neont előre. Babás lökös. Meg kell egy ajtó, a jobb hátsó ajtó, az nincs meg még. De várjál, van egy lámpa is. Az kemény a neonok, hallod? De kurva jól néz ki. Most már vannak lámpáink. Nem baj, tartalék. Raktam. Tartalék. Ez nem, ez várjál. Nincs a hátulját. Ez nem az a izé, nem olyan ajtó kell, másik oldal, és pont nem lesz. Pont nincs. Pont nincsen, izé kell, jobb hátsó kell. Meg bal hátsó a futkorásztra. Akkor mi szeretségünk van? Te, motor van be, vagy mi van? Motor bazzer, iktig van már, hogy... Te, rajta turbó! Rajta turbó! A motoron! Ne szívas! Ne komolyan! Ezt hallod? Akkor ide kell rárakni. Nyisd föl van! Ide kell valahol előre. Abba a lyukba, ja. Oh! Az a nyár. Ez akkor lehet, hogy most prüszköl. Ez komoly. Baszdmeg, nagyon komoly. Mennyi üzemanyagunk van? Én attól félek, nehogy kifogjon, mert azt nem nézzük soha. Jó, meg van 23 liter, majd kell tankolnom, ha tudunk. Jó van. Na, tuning. Na. Tuning. Go. Na most hogy megy a turbós gép? Kíváncsi leszek. Ó, hallottad? Lefújós a az kemény. Milyen hangja van? Azt a betyár. Te, kibar az index, meg kibar vagy valami. De izé, de milyen hangja van? Milyen lefújó hangot csináltak neki?
Kurva jó volt. Nem így. Ez jó lesz ez a játék. Ez jó, igen. Ez tényleg jó. De jó, de kis kemények, halad éjszaka, milyen durva lesz. Meg ja, jó is néz ki, meg vannak színeik. Különböző. A Mustang alatt is volt, nem tudtam miért világított. Most igen, már, igen, most... azt mondtam neked, hogy az alatt is volt piros. Most már értem. Meg álljak. Vannak, vannak. Szerintem kakig vannak. Ott egy turbó, az már van. Ja, lófasz. Várjál, induljunk-e még egyszer, ez nagyon komoly volt. Baszik, milyen hangja van, kurva meg. Baszik. Kurva jó. Jobban is megy legalább? Hát, talán valamivel, jó, lehet, hogy jobban megy. Mondjuk egy, ja, valami vizékére, valami... Meg kell állnunk hallott kajálni, meg pisilni. Ja, majd izé, valami Mustang motor kellene, ott is egy autó. Meg kell, Mustang, meg kell nézni, csak annyi, hogy van-e motor. Na, itt megállok. Csak annyi, ja, meg akkor izé, ja, tudunk. Pisi kaja, de van egy csomó szajré, látod a másik oldalon. Tényleg, ja, ezt mindig elfelejtem. Egészségügyi csomag, turbo, trombita. A trombita, hogy mire jó, azt egyszer nem értem. Itt van konzerv, ezt megeszem ezt, akkor nem a sajátunkat esszük. Van spagetti, tényleg. Még van is olyan, hogy különböző kaják, nem? Igen. Valamelyik dobozban ilyen spagetti-szerű valami van. Van nekem is, vagy vegyek ki innét? Hát itt nincs, egyet találtam. Akkor eszek innét egyet, kettőt. Nincsen motorban, ez a nagy baj, hogy egy Mustang motoron alába, az hasítan a turbóval, hallod? Meg nem bugosak a karakterek, hanem jól néznek ki, az is egy jó dolog, nem? Ez tök idegesítő volt, hogy ilyen... Izé, mindig így hülyeségeket csinál neki, nyullanak, meg azt a tudja. Ez meg valami zöldség volt. Várjál, van iszok vizet. Nekem is kell víz is. Mindjárt, ide öntök. Oké, okay, kaja az tele. Szóljál, hogyha öntsem. Jöhet, ön is. Szóljál elég. Még jöhet. Oké, okay, elég. Hú, basz. És megpróbálom magamnak. Aha, jó. Oké, okay, meg is fürödtem, vallad. Júj. Itt is van egy olyan trombita. Jó, de nem lehet használni, azt hittem lehet. Sebváltó. Ez bolond ez a játék, nagyon. Ez mi? Rendszám? Ja, ez rendszám. Rendszám, jó. Jó, várj, fölöbom hátra. Gold. Ez meg rádió? Ja, rádió ez meg. Milyen ajtónk hiányzik? Ja, ez nem Lada ajtó. Bal hátsó, egyébként. Viszont itt egy szélvédő, he? Ez nem Lada szélvédő? Itt egy szélvédő, vagy mi ez? Ez szélvédő. Dobtam szélvédőt. Igaz, hogy nem ebbe való? Jaj! Mit látsz? Jó van, nincs más. Hátsó lámpát néztem, de nincs benne. Na, ezt... egész jól összeállt a gép. Főleg, hogy a szélvédő nem ebbe való. Mi alatt be akarom csopni az ajtót, vissza kiszáll, ez kemény. Nem jó ez a szélvédő. Nem ebbe való. Ez kemény ez a turbóhang. Ez minden visz. Na, milyen köd lett, baza? Már 22 km alakul, de egyébként miért nincs a rádió? Egy idő után elhallgat az a szaros rádió. Ja, nyitva van a jobb hátsó. Neonok, ez is mekkora poén. Mi ez? Furcsa hangot ad. Ja, én pecegettem, hogy hát ha... De, itt egy torony. Az a baj, hogy elfogy az üzemanyagunk. Az halál komolyan, ide lehet, hogy be kéne nézni. Ha nézzük meg itt biztos. Mert izé, mert nincs tényleg, nem tudom, csak pár liter van. Ott egy autó. Turbóval meg lehet többet is eszik. Tetőn van egy csomó cucc, látom. Tényleg, aha. Na. Mindjárt megnézem, mennyi izeg van.
Üzemanyagunk 18 liter volt még, de 45-ből, úgyhogy már elég sokat megzabbantod. Ez a lada egy kicsit le van rohadva, apám. Hallod, itt van 100% petrol. Na, akkor visszamegy és azt megtankolom. 66 liter van benne. Kurva jól néz ki a lada ilyen színesen. Kicsit ilyen szivárványos, de jó van. Töltöm. Milyen ezt... ajtónk hiányzik? Meg van minden ajtó. Jobb hátsó. Ja, akkor nem. Ez egy jó játék. Ez az lesz. Ez is az jó. És ez tényleg jó. Hogyha kopi, hogyha nem kopi. Engem nem érdekel, szerintem ez jó. De itt van egy csomó ilyen ajtó. Van egy csomó helyiség egyébként. Találtam egy ajtón. Száradnak a rongyok itt meg. Ú, baszak, mi van itt, te Isten. Ezt a dudát, ezt miért nem tudtuk fölrakni? Megpróbálom ezt a dudát. Hát, hogyha valami dallamkürtös. Na, Mizu? Azt nézem, hogy most is ilyen kávéfőzős hangot adott, hogy mi az is. Bugyog, bazze, bugyog. Várjál, dudát, rakom be. Oda csipted az ujjamat. Beraktam a dudát! Na. Na, kipróbálom. Milyen hangja van? Jój. Ez valami izé, duda, bazze, ez egy kavian. Hallod, tudod, mit próbáljunk még ki? Na. Hogy mondjuk az átöntés, tudod, a izébe. Egy kisebb, nagyobb kannából egy kisebb kannából. Simán megy, simán megy. Mit töltsük, mint hova? Ebben hát mi van? Mondjuk... Várjál. Hát ebben rakjak petrolt? Várjál. Tedd már le, úgy. Na várjál, rak le. Nyisd ki, úgy. Haszik menni. Akkor, ja, várja! És hogyha megborítom. Aha, megy bele. Nem? Nem megy bele a kicsibe? 6,2 van benne. Nem tudom, hogy ment-e bele. Várjál. Így van nyitva, nem? Hogy van nyitva? Ó, így. Na nézd. Na megy. 7,2, 7,6. Fele mellé megy, szerintem, de jó van. Nem baj. Na, viszünk egy kannába, ja. Vigyünk egy kannába, így van, 20 liter belefér, ne kelljen egy egész hordót cipelni. 13, 14. Ez akkor szerintem mind belemegy egyébként. Oké, 20 liter. Nagyon oh, szuper, akkor faszom. Azt elvisszük velünk. Jó, na, berakom. Ez. Fasza. Hú, hogy néz ki a lada, te Isten. Minek mondják ezt a mindenféle szint, izé? Harlekin. Harlekin, ja, Volkswagenek. Hólók. Itt egy motor is, ez milyen motor? Na mi? Motorunk? Az hol van? Itt egy motor. Nem is tudom, hum vagy. Hát ez a szar. Ez a lada is. Kormány van, az a kétkarikás kormány. Hát ez nem kell. Izék. Menjünk a picsába. De sötét lett. Vigyed a neont, az egy kemény. Meg a lámpa is jól néz ki egyébként. A fények nagyon jók. Mi volt ez a... Csuk le a motor. Tetőt. Micsoda hangok vannak te? Mi ez a hang? Olyan, mint hogyha békák retyegnének.
Mindig be kell csuknom neked az ajtót. Baza a neon, az nagyon oda basz. Kell még előre, vagy jobb oldalra, meg hátulra is. Turbó baszod, de nagyon ennek a hangja, az nagyon feje. Meg ez a fény is, ja, jó. Á, le vagyok nyűgözve engem. Ó, ott van valami messze, de valami nagy. Szerintem benzinkút. Lehet zombik megint. Ott egy benzinkút. De nekem úgy mutatja, hogy a szélvédő az itt jön utánunk, kb. 2 méterre mögöttünk. Jó, ja, azt mert azt üzéltem. Azt kiröptem, mert nem nekünk való volt. Benzinkút, akkor ezután megint lehet zombik lesznek, hallod? Vagy lehet, hogy itt is. Lassan. Nincsen. Jó, megnézzük? Van-e ilyen érdekesség? Nem tudom, hát ha van fegyver, tudod. Meg valami, nincs se izé, jármű hátul. Én egy járműre fájnom fogom már, csak e. Van egy fekete izé, fekete hűtőmaszk. Nem ezüst, hanem fekete. Ja nem, az ugyanolyan bazdok. Ezt a hülyeséget, hogy kifele nyílik az ajtó. Mi van itten? Rádió? Semmi extra, itt már megint lószarosít. Olyan meg innivaló, azt mondom. Várj, akkor bemágok egy izét én. Adom ki is csak konzervet. Ugye. Megiszok egyet gyorsan. Jó. Oké. Okay. Szerintem más nem is érdemes, nem itt. Ja. Fegyver nincs, akkor úgy nem buli az egész. Ott egy jobb hátsó ajtó, azért revegyek. Azért épület mögött. Nem tettem rá egyet. Raktál? Az előbb én tettem egyet, ja igaz, kicsit ja, akkor jó, oké, okay, akkor azt nem is vettem észre. Fegyver nincs. Te bazze burnit be kellett volna még hívni. Izébe, harmadiknak. Még be lehet. Lehet GTA-zik. Úgy kell, mert ugye az a baj ilyen komoly, szerintem nem tudom beívni. Tudod, amikor izé multi van, akkor tudok egy olyat nyomni, hogy izé. Ja. Na várjál. Beteszem ez az ajtó. Ezen indul ez a zsiga. Ez a reflektorunk. Nem, szerintem nem. De. Ennyi. Előbb jobb volt, vagy nem? Ennyi. Baza, ott van megint valami, hallod? Valami nagy épület. A neon majdnem jobban világít, mint a lámpán. Ó, megint egy benzinkút, megőrülök. Jó fele megyünk? Jó. Jó fele. 25 kilométernél vagyunk mindjárt. Megint egy benzinkút. Ott van egy autó. Úgyse lesz benn motor, úgyhogy baszhatjuk. Én az út közepén hallom. Ez egy zsiguli. Hát, érdemes bemenni a izére, kútra. A maximum a fegyvert megnézni, nincs a fegyver. Hopp. Lik. Megnézni, körülnézünk. De ennél az ajtónál nem is írja, hogy izé, hogy nyílik. Open vagy nem open. Nincs itt lófasz se, hallod. Nincs itt semmi. Megnézem mögötte, nincs-e valami? Nincs semmi. Ó, itt egy V8! Egy motor! Jó! Turbóval! Dík! V8! Megy bele a izébe, kotlába, hallod? De viszont ebbe kell 10 liter motorolaj. Már kiveszem. Át lehet át kell önteni majd. Már megpróbálom. Bele lehet rakni egyáltalán? Beleraktam a V8-at. Hallod? Igen. Aha. Mi kell? Motorolaj kellene? Aha. Itt hátul van valami hordó. Kerítésen kívül. Hallod? Turbóval. Turbóval izé. V8 turbó. Júj te! Ez szaggatni fogja itt az istrágot. Azt a betyár. Aksink milyen? 25 per 50 amper. Az ugyanaz. Az úgy látom, hogy nem romlik. Az minden egy, az összes eddig ugyanaz.
Várjál, nekünk van valami járók, vagy csak az a baj, hogy petrolunk van. Petrol van itt is, hallod, Várjál, olyan nincs, ennyi. nem hiszem, mert nincs egy benzinkutó motorolaj, basszus. Találtunk egy V8-ot, lol. Turbóval egy kicsit lehet, hogy erős lesz. Nézd meg, indul. Várjál, öntök bele, tényleg megnézem, elindul-e. Mennyi motorolajunk kellene? Vagy nincs a csomagtartóban motorolaj? Úr is, te hallod, olyan hangja van. Turbo ebbe zöld ladába is benn van, de motor nincs benn. Figyelj, 5 litert be tudok tölteni, mert adja van a másik motorba. Úgyhogy 5 literünk van benne. Az de szerintem azért elkegyereg egy darabig. Majd szerzünk. De olyan hangja van, a dröfög. Igen. Nagyon brutál, aha. Akkor menjünk, vedes. Én vedes, te. Én. Nyomjad. Le kell vedem a motorháztetőt, mert nem férte. Ebben a szélvédőben csinálj valamit. Hol van? Én nem látom, várja. Nekem itt van, és na, most le tudtam venni, jó? Dobd le a ficsával. Mindig hoztuk magunk a végig. Viszont te ízét le kellett vennem a motorháztetőt, mert nem férte a V8-ot, hallod? Tényleg? Figyelj! Az igen, hol a turbó? Az is ott van, ott van, jobb elől. Az kemény. Ez jó lesz szerintem. Van lesz hangja? Nem, 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 nem megy is. Jó. Az igen. Basszak, mi hangja van? Na várjál, kézifék. Belső nézetbe néz. De van turbo hangunk is. Visszamentek, hallod? De ez egy, egy mint a bolond, hallod? Vigyázzam, mert már 120-szer repesztesz. Ott egy izé, valami, valami roncs. Hát egy Mustang, hagyjuk a picsa, megyünk. De ebben a V8-al majd meg lehet építeni egy Mustangot már. De úgy igen? Ja. Lara kerekeket fölcsapjuk le. Hú, ez megy, nem? Kemény. Megindul. Őt hárba rúgnál. Fasz. Meg ráadásul... Még a turbó hang is, lefújó szelep hang megvan. Mi a vége, hallod? Mi volt az a durranás? Ez mi ez a durranás? Nem tudom, én most belső nézetből élvezkedek. Nyitva van az ajtód. Nekem? Aha. Úristen, ez nagyon megy, hallan. Ez lehet haladni. Szerintem nincsen valami értelmes. Ez mi? Hát olyan nagy kaland nincsen szerintem. Basz, mi a hangja van ennek a zsigulinak? Karikát nem lehet nyomni vele. Nem. Tapad be az a videó. Azért még egy kis izét tehettek volna bele, gumicsikorgást, meg ilyeneket, nem? Hát, még jó, még szerintem... De a szélvédőt még mindig hozzuk, hallod? Ne. Nekem még mindig mutatja, de most kijebb van az autótól egy 4-5 méterre jobbra. Na mindegy. Ez kemény az a motor. Hűbaze, óvatosba. Szerintem menne egy 105 felett biztos. Nagyon kemény a hangja. Most ilyen 100-zal haladod, ilyen alapját, ami... Épp hogy pedzegetem, jó? Ja. Réa duradik egy nagyot. Szerintem kevés az olaj. Oda basz. Amikor leszállsz a gázról, duradik egyet, kifogó, el voltam neked, amikor meghúzottad. Bum! Ilyen hangot ad. Na, most újabban nincsenek épületek, Dick. Vagy mi ez a kattogás? Te nem hallod a kattogást? Most külső nézetből nézem. Nekem ilyen posszogó hang van. Itt egy jármű. Vigyázz, az ülést elütöttük. Tiszta Mad Max, hogy néz ki az a nagy motor, Bendy? Ez is egy muszti, le van lagva rendesen.
Láttad, hogy lángolt? Nem láttad? Nem, kólya lángol. Külső nézetben lángolt a kipufogó. Tényleg? Meg így izé, popcornozik. Bazzeg. Amúgy... Meg így, tényleg, az durrog, bazzeg. Ahogy váltott meg, amikor visszadurrog. Kurva nagy. Öcsém, az nagyon megy. De milyeneket posztol a kipufogóhoz? Ilyen íze, mint a vízvezetékcső, akkor a kipufogó. Hát ezt meg kell venni majd, ezt a játékot. Hú, bazzeg. Féltem tőle, amikor először megláttam, mondom, biztos valami gondja lesz. Áh, lófasz, nincs semmi. Mehetünk. Csapjad neki. Figyelj, már 32 kilométernél vagyunk. Dik. Mennyi a vége, húzass ki. Na most padlón nyomom. Nyomja neki, 120 már hallod? Jó. Most parkettám van. Félek, hogy baj lesz belőle. Simán! Megy el, 130, 140. Karcoljuk a 140. Stabilabb az uton, nem úgy. Stabilabb az uton, mint a long drive-ba az autók. Megy ez, jó van. Faj a kilométereket, hallod? 140. Ajaj. Bosszuk a kipufogó, mint az őrült. Amikor leszállsz a gázról. Jaj. Mi ez? Valami. Ott volt a neon a radár. Lol. Megint megerett a hó. Ezt érdemes volt kipróbálni, nem basszus? Ezt érdemes volt. Oh. Ez lehet, hogy zabál is, várjál. Mennyit evett meg? Hát nem sokat, 32 liter van végben. Na jó. Fasza. Esik a hó. Ne indítsd, de szállj ki. Hogyan rötyög? Honnan? Milyen jó hangja van? Fölcsaptam a neont a biztonság kedvéért. Más nincs, hasznos. Ah, nincs egy semmi. Semmi értelmes. Hallod, hallod milyen hangja van? Alapjárat? Úgy ketyeg be, az a nagyon jó. Na menj egyet vele te is, nem? Na megfogsz, gyere, megölöm magunkat. Az vége az egésznek, én ismerem magam. Azt bánom, hogy a rádió elhallgatott. Hú, basz le. De várjál, várjál, kell menni arra. Nem, vissza, másik irány. Ennek nagyon beteg hangja van. De, meg a turbo hang is megvan. Lefúj. Szerintem menne jobban, csak van benne ám 5 liter. Mi volt ez? Ez mi volt? Eposztott a kerék! Eposztott a gumig! Menj vissza a ladához, eposztott a gumig. Bal hátsó. Lerúgta, hallod? Igen, fel így csörgünk. Ott volt egy gumi, azt hiszem, kerék. Azt a betyár! Az azért oda basz. Ledrifteltál a gumit, hallod, leposszogattam. Bazza, ilyen van. Ilyen van, ezek szerint észre kell vele rugatni a dolgokat. Itt van a kerekek, jó ez. Azt a rohadt élet, hallod. Mindjárt megszereljük, várja. Gumi az elég. Ugye akkor elér írja azt, hogy új vagy nem új. Tudod? Elhasználódik, ja, lerugattuk, bakker. Folynak a könnyeim, nem bírom. Kurva nagy, tényleg jó. Ezt miért nem engedi fölrakni erre? Más felni? Ezt le kell hozzávennem. Mi ezeknek van státusza? Hogy új, meg használt, meg ilyenek. Na fölbasztam. Akkor már nézd meg a másik hátsót is. És az elsőre is azt írja, hogy sok szerencsét hozzá. Hallod? Igen. Aha, kója, nem azt írja, hogy jó, hanem a többire is azt írja, hogy sok szerencsét. Úgyhogy visszak kereket én inkább. Valahol elrakjuk. Hadsülésre vagy ez meg az... Ez mi ez? Ez new, az jó. Brand new. Erre meg tudod mit ír, hallod? Ez meg az, hogy kicsit lukas. Ez a gumi. Azt lehet, hogy nem kell felrakni. Ezt is... Ez is csak izé. Milyen? God lukas? God look, ja. Ez a kicsit lukasot is azért visszük, hát ha még kell.
Még a jó, azért jobb, mint a csörgünk végig a... Hát a V8 ez megöli a gumikat. Nem szarozik. Figyelj, hallod a hátsó lámpa, hallod? Azt leveszem, ma hadrakjam alá. Ja. Ó, na. Főpattintom. Na, mi van? Nem indul. Megvan, elkapta. De ezen indulnak a verdák itt. Hozzá, ugye posztott a gumi? Na most már hátul is megy az indexünk, hallod? Az A betű az index. Igen. Így ne durrad meg itt. Most már van, izé, elő-hátul oldalt ne van. Hát ez a játék, ez egy őrület egyébként. Ugyan durranik! Jó, az lenne komoly kipufogót is, meg mindent lehetne komolyabbakat találni. Szerintem egyébként lehet. Biztos, hogy a kipufogót le lehet szedni, meg kell nézni. Itt egy budi, mehetünk tovább, mert ott meg van valami tábla. Megnézzük. 37 kilométernél vagyunk egyébként. Jó vagyunk. Pop, megy a popcornozás hátul. Most nem esett az eső, úgyhogy az időjárás az viszont tök random. Ott egy jármű. Ez zsiguli. Zsiguli szétbelezve. Jó van. Itt milyen cuccok? Ó, mik azok? Á, semmi extra. De várj, az, abban biztos, hogy víz van. Abban olaj nem szokott lenni. Mert ugye olajunk nincsen, motorolajunk. Mennyire megnézem azért. Water, ebben víz van. De elviszem, hallod? És itt is van egy kanna a jobb első keréknél. Megyek. Arra is nézzél rá. Petrol. Viszont ezt beledobom gyorsan akkor. Ne izé, ne vesszene. Beledobom, bazen, már csak 15 lit. Mert 10 valahány, nem. Ilyen 30 liter volt. Bár nem eszik sokat a V8. De milyen hangja van. Kemény. Az a itt durranik, aki fogó. Mindjárt fölgyulladok. Na, oké, okay, ezt megcsináltam. A vizet, azt megfigyelni, elviszem. Mert akkor az... Az egy posszog, aki fogó itt. De ezt mit? Te csinálod? Vagy mit? Ja, pöcklém a gáz. Kurva jó! Hogyan durrog? Nagyon jó. Na, küldjenek. De finoman elkopnak a gumik, hallod? Ezért lehet, hogy jó lenne a V8-asnak a izéje. A Mustangnak a kerekei, tudod? Ja, lehet azok jobban bírnak. Strapát. Ja, azt írja, hogy 50 km után még egy éjszakát ki kell bírnunk ott fönn, el kell töltenünk egy éjszakát. Lehet, hogy akkor jönnek, vagy valami ellenfeleg, vagy valami ilyesmi, nem tudom mi lehet, miért írja azt. És akkor elvileg akkor faszák voltunk, megcsináltuk. Te, nem vagy szomjas? Mert az enyém az szomjas, mint az Isten nyilván. Hát félig van még. Fél szinten van, 50%-on. Na, elkerültük a 40 kilométert. Posztott a gumi megint. Amúgy, bal első. Bal első. Nem állt. Jaj! Mi posztott? Te, azt nem mondom neked, hogy a kormány az erepült. Itt van mellettünk, de hallod, nem tudtam irányítani. Ez mi az a hang? Meg még ráadásul sötét is van, nem hiszem már. Mi az a trafóház hang? Szegény gép, hallod? A kormány itt van. Jó, hát gyors nyomok egy kerékcserét él. Fittipaldinak. Megvannak a kerekek? Hát ez pirom ezt a játékot, nagyon poén. Rakom fel a új kereket, fölülök, hallod? Na, várjál, még egy kell hátra is. Mi? Kerék. Hiszen, nem, az jó. A izé veszett a csomagtér rajtunk, de hova? Nekem úgy mutatja, hogy nincs öt kerék hátul. Ne, nekem mutassa, hogy jó. Itt egy felni, gumink. Hát azt vettem le. De dobtunk be valami kereket, nem? Te bazza, elveszett a vizünk. Kell nekem víz, várj, kell innom. Iszok.
Bazd meg, eznek nem volt rajta kupakja, nincs benne egy darab se. Nincs még egy kerekünk. De ne, rajd van. Nekem nem mutatja. Tényleg rajd van? Aha. Nekem úgy mutatja, hogy nincs. De hallod, meg fogok halni, szomjan, elveszett a kannánk. Nincs meg a izé, a csomagtartó, és ne, nincs meg a kanna. A vizes. Volt egy vizes kannánk. Hol a picsába van? Jaj, meg fogok halni. Melyik irányból jöttünk? Honnan? De hogy a... Mikor esett? Kiestek az üdítők is, már voltak benne üdítők. Szerintem igen. Nem tudom, mennyit zakóztunk. Ja, azt én se. És a mentőládákban mi van? Itt a csomagtér ajtó, az megvan. Jaj, meg legalább nem bugolunk szét, ha eltávolodunk, látod? Nem az van, hogy izé. Ó, bakker. Jó, hogy meg fogok, mindjárt meghalok szomjan. Vagy pedig akkor mennünk, aztán valamit keresünk. Te! Mentőláda itt van, de ezzel mit lehet csinálni? Hogyha a HP-d lemegy, az életed. Igen? Uh-huh. Figyelj, megoldom, hogy hogy tudok túlélni. Iszok a hűtőből. Hűtővízből, akartam mondani, ja. Hogy az nem rossz ötlet. De bakker, voltak üdítőink is, mind elveszett. Nekem amúgy még mindig azt mutatja, hogy nincs a bal hátsó kerekünk. Hát az jó lesz szám szerintem. Várjál, visszarakom a hűtőt. Szerintem elindulsz, akkor már visszabugol vagy valami. Próbáld meg. Érdekes dolgok történnek. De mit látsz? Várj, nincs rajt kerék nekem. Én leveszem, meg visszarakom, aztán akkor már visszakerék. De hallod, egyik oldal sincs kerék nekem. Várj, állj meg. Leveszem őket, meg visszarakom. Nekem egyik oldal sincs. Aztán akkor megjavult szerintem. Na most van. Hú, bare. Mi történt? Na, most van rajt. Várjál. Na most meg miért nem tudok menni sehova? Te meg lebegsz. Várj, ide állok a radába, be tudsz ugrani. Kimára vettem egy helybe. Ittam 6 deci ízét, hűtővizet. Várj, vigyázz! Jó fasz! Durog itt bezzet. Várj, állj meg! Hát kiszállok. Hoppá! Júj, mi történik? Na, be tudsz szállni előre? Aha. Na. Oké. Okay. Most van kerekünk akkor? Hát elvileg van. Menni kell, mert most meg én fogok szomja halni. Iszol a ütővízbe. Ha nagyon szar a helyzet, akkor majd iszol abból. Törtök a szádból. Van lámpánk. Elvileg? Vagy az is kifosta magát? Lehet, elhagyjuk őket. Ugye meg. Aha, nincs egy darab se. Jó vagy. Az egész hamar ledurrogatja a gumikat. Ja. Hát ez a játék nagyon beteg egyébként, nem? Itt ja, is, jó. Itt is van valami. Na, de itt biztos nem volt ital. Ah, nem, ja, menjünk inkább. Fosszog, izé. Mi a francot kéne találni? Benzinkutat. Érdekes, hogy zombik egy helyen voltak csak. Ha mindenképp valami visz kell. Ha figyelj, szóljál, ha meghalsz előtte, mert akkor iszunk. Mi van itt? Itt vannak csomó kacok. Semmi, de szerintem nem volt víz. Mert akkor iszol a hűtővízből. Sok van még vissza? Még egy negyed. Akkor az sok. Nekem is a negyed fölött van valamennyibe. Nekem már egy villogott, meg izé volt már, épp hogy egy 2 mm volt. Húgyoznom kell, baze. Azt nekem is. Nyomom. Amúgy nem baj, hogy figyelni kell ezekre. Érdekesebb, nem? Nem annyira zavaró. Épp hogy épp jól be van oszva, azért tudsz találni. Meg az ember jobban figyel rá. Na ott van ott valami. Mi van szemben? Megint lepusztod, vigyázz! Baszd meg!
Megint leposztott a gumiba, az... Ja, hogy a bálodba posztog le ennyire? Az összes! Az összes kerék, el is tűntek, hol vannak? Tudsz várjál, megy ez még. Menjünk addig az izéig, mert nincsenek is meg a kerekek, mondom nekem. Csak nem tudom irányítani, az nem. A baj. Nincsen egy darab kerekünk se. Egy kerekünk van. Úgy értem, hogy csomagtartóba sincs. Sehol. Lehet az, hogy nem, csak... Nem tudom irányítani, csak körbe megy, hallod. Várjál, állj. Kiszállok. Mi van itten? Leveszem erről a gumit. Mennünk kell gyalog. Várjál, Fölteszed hátra? Nem. Hanem fölrakom csak a felét, és akkor így egyensúlyba leszel. Na próbáld meg most tudod irányítani. Nem? Nem kanyarodik? Nem fordul. Akkor kurhatjuk, akkor gyalogolhatunk. Meg vége a ladának. Első kerékhajt vagy a hátsó amúgy? Hátsó. Szerintem, hát hogyha jól működik, akkor... Tedd fel hátra azt a gumit valahova. Nem leszünk előbbre. Várjál. Van felni rajt. Hú, bakker. 44 kilométernél vagyunk, nem hiszem el. Várjál. Tegy rá egy felnit hátra. Mindjárt teszem. Nem tudom, hogy jó lesz. Hova tűntek csak... a felniink is egyáltalán? Azt mondd meg nekem. Húha, már neki áll villogni a víz. Mindjárt várja, iszol a vizeiből. Hűtj a vízből, ahogy van. Faszod, nem akar rá, nem a jégre. Ez a disztárcsa, ez minek? Ja, ki tudod venni a disztárcsát a közepéből? Azért likasak ezek a felnénk. Na, most próbáld meg. De szerintem nem lesz jó. De hova tűntek a kerekeink, ahogy? Na oké, okay, hogy vizeitünk. Most miért megy körbe az autó? Nem tudom, de... Nem is ül be senki. Megszállt az ördög. De nekem meg inni kéne, hallod? Várjál, kiveszem a izét. De nem jó, pont körbe megy az autó. De miért megy körbe? Ki kell venni ezt a kereket? Nem tudom. Húzd be a kérdéféket. Na várjál. Na gyere, így áll. Várjál, mindjárt. Oda rakom a szart. De. Oké, okay, elég. Tele vagyok. Azt meg nem hiszem el. Ilyen miért. Valahogy le kéne mennünk pedig oda a legközelebbi épülethez. Hát lehet, hogy gyalogszerre, nem? Vagy most sem megy? Nézd, megpróbálom. Most én még ugrottam föl a tetejére. Miért? Mit ír? Mi történik? Elindultál, csak gondolom nem tudsz jobbra kanyarodni, mi? Semmelre se tudok. Körülizzél, kell kerek. Hagyjuk, itt elmegyünk gyalog. Körkerék. Hát, ha lesz kerék. Állj, cső, vége. Vége a V8-nak. A V8 lerugdalja a kerekeket. Futi. De ezt jól megszoptuk. Hogy futnak, valószínűleg? Tényleg olyanok, mint a cigány gyerekek. Ilyen bajszos cigányok. Az igen. Furba. Nem tudtuk volna tolni. Nem tudtuk volna odáig tolni. Nem volt tolás. Néztem. Nincs bent tolás? Mm, de hogyha fölborul egyébként, hogyha nyomsz rajta egy N-et, akkor meg viszont föláll. Úgyhogy az jó. De jó, fordul egyet a jobbra a karakternek. Jó, bakker, három kerék is kellene, bakker. Ja, hát szerintem ezt nem tudom, hogy hordjuk oda. De nem néz ki rosszul ez a játék, tényleg. Jó, hát láttam már szebbet is, de egyébként hangulatos. Azért idáig el tudtunk volna jönni, jó lett volna valahogy. Na, meg ha nem lesz kerék, akkor itt a vége a bulinak. Forog a gyomra is a csávókámnak. Opa!
Jó van, kell Na, egy egy már. kereket látok, egyet én is látok, de is ezt láttam. Rakjuk ki. Lehet, hogy nem tudjuk egymásra pakolni őket, azt úgy kivinni. Itt is egy kerék, három kerék megvan. Új gumival van ez. Ez is új gumival, meg a tiéd is új gumival. Úgyhogy ez a három, ez tökéletes. Várjál, itt ebben a kannában mi van? Jó lenne víz. Ó, van 15 liter víz. Ezt is kirakom. Motorolaj, 19 liter motorolaj. Az kell, mert abban nincs motorolaj. Hú, az jó. Itt van víz. Hú, azt én iszok is, mert mindjárt szomja halunk. Van 15 liter víz itt. Kaja nincs, mi? Na mindegy, még nem. Kaja van a csomagtartóban egyébként. Akkor mivel induljunk meg először? Várj, először a kerekeket vigyük, azt hát el tudunk jönni idáig, nem? Ja. Kurva élet, nem jó folyik. Nem jó folyik. Hú, bakker, hol az az autó? Te ezt tudod önteni nekem? Nem jó folyik. Hum vagy? Ja, mentél? Még nem vagyok olyan messze. Ó, baza. A francos embere. Nem jó az. Tudod nekem önteni ebből? Le. Csak akkor kattints majd még egyszer, hogyha már a felem fölött lesz, mert különben elfolyik, nem sok van. Villog a izé. Így jó? Aha, jó, kattints egyet. Oké, mindjárt mondom. Tökéletes. Neked nem kö? Víz? Nem, az még oké nekem de, a víz. De hogyha kell, akkor vagy akár mennyi is, akkor inkább rak, így áll. Azt nem, aki... nem kell. Majdnem tele vagyok. Akkor jó. Hozz egy kereket. Várjál, nem tudok kettőt egymásra rakni? Azt nézem, azt az alsót megfogom. Azt akkor kettőt vinnék, nem lehet úgy? Tudsz vele elvileg futni is. Várjál. Megpróbálok kettőt egymásra rakni. Hozz meg, pisilnem kell. Forog a gyomra a csávon, a kezdélyes lenni. Nem lehet. Ja, visz, meg nem vesz neked az alkatrészek, ahogy futsz bele, az tök jó, nem esik ki a kezéből. Igen. Long drive-ban néha csinálját, nem, hogy így lepotyognak. Elhagyja, ja. De meg is állok mindig megnézni, hogy megvan-e. De jön szépen. Meg egyáltalán nem hibás a multia. Mármint ilyen, nincsenek hülyeségek, nem receg. Legalábbis, ja, én csináltam neked, te csatlakoztál, nem receg neked, meg nem csinál hülyeségeket, nem? Nem, teljesen jól fut. Nem ugrál, ja. Szerintem más grafikai motort használ talán, vagy a fasz tudja. Jó, hát ezt földobjuk, meg is próbáltunk elmenni, nem? Mert lehet, hogy hova kéne, két előre mindenképp kéne kerék szerintem, hogy irányítható legyen, hátra meg, hogy hajtson. Egy elég. Tuning Lada. Nem szereti a idejét. De egyébként lehet, hogy régi gumik voltak ám. A legeljétől azzal jöttünk, tudod. Na próbáld meg. Ezt földobom aztán. Az a rohadt szélvédő még mindig bugolt tőle egy kicsit. Bakker. Várjál, rajta van egy felnél az elején. Ó, ez azért ugrál, amikor ilyen feldív van. A rohadt szélvédő miatt még mindig az miatt cseszi az anyját. Én nem is látom. Ja, itt van a szélvédő. Aha. Elviszem messzebb. Na, hozzunk még kereket, vagy megpróbáljunk elmenni. Próbáld meg. Dobok hátra egy felnit csak. Na tessék, hátul is van felnid. Na, csücsenj be. Hoppa. Várjál. Kikaptam az ülést. Véletlen be. Oké, mehetünk. Nem kanyarodik? De várjál, bazzve, valami baj van. Próbáld tekerd a kormányt. Hát nem fordul a kormány, az a baj, hallod? Tekerd a kormányt. Nem fordul a kormányod. Valami a kormánya van. Azért mondom, mert ezelőtt is néztem. Tekerges, nem tekerődik, ugye? Nincs is benne kormány, hallod? Mit hol be? A kormány? De már, bazd meg! Hol a kormányok? Ez volt bennem. Kifötsent egyszer, nem? Várjál, a rádiót ez nem kö ide. Nehogy már nincs kormány.
Irányba kéne valahogy állítani, nem tudjuk tolni. Várjál, most rakom vissza a kormányt. Megtaláltad? Szerintem jó lesz. Bakker. Aha. Jó, na gyere! Basszak, azért nem fordult. Nem volt bele a kormány a helyén. Na mehetünk. Te, jó, na jobb első ajtó. Nem tudom, van, ne törődjék. Kerék legyen rajta, addig jussunk el. Ennyibe megy. Ennyi a vége. Sziklázik a felrévén az istengyilag. Szerintem egyébként nem a V8 miatt, hanem egyszerűen elhasználódtak ezek a kerekek. 40 km alatt új gumik kellenek rá, az azért kemény. Kicsit meg van dőlve a verda, nem? Mikor érünk oda vele kutra? Hát ez elég érdekes, így jó. Sziklálik ám a földi. Jó van, a felni bírja. Talán. Mindjárt ott vagyunk. Meg kell nézni mindig szivárvány, akkor... azt néz, szivárvány. Hol? Balra. Tényleg lol. Azt, de komoly. Esik az eső. Csepeg az eső és szivárvány. De ja, már süt a nap. Még ilyenre is gondoltak. Jó, ez szép a grafika. De különben tényleg nekem ilyen... Néha a belső nézetben ilyen GTA 5-re emlékeztető grafikája van, de olyan fura, főleg az út miatt talán, ahogy fénylik az esős. Nem tudom, van egy olyan furcsa érzés miatt. Á, itt vagyunk. Jó van. Na, itt betuningoljuk, amennyire tudjuk szerencsére. De Isten, kell akkor bele izé. Mindenképp kell vele motorolaj. Még kerék. Azt kiveszem a motort, és kijöntem bele, azt mondtam, van 10-valány liter motorolajunk. Mert ez ilyen kevert szar. Aztán 19 liter itt van, az jó. Mert akkor full motorolaj lesz, most már végre. És akkor lehet, hogy jobban megy, tudod. Rohadt jól néz ki az eső. Itt ezen a flaszteron. Dobok bele akkor engine olajt. És akkor ezben lehet, hogy jobban fog menni, nem? Egy fullabb motorolaj lesz. Oké. Okay. Meg rakok bele vizet is, mert azt meg kiittuk, bazd meg. Kiittuk a vizet. Még az eső hang is jó a tökélet. Ajtó, milyen kéne? Ajtó egy elment borér. Hallod, most a motor az fullos. Föl van tankolva minden. Ezt a vizet nem szabad elhagyni, a víz az nagyon fontos, mert szomjan döglünk itt. Jobb hátsó ajtónk van, nincs. Az 1 óra 29 percre kezdtük ezt a mentést, azt a vetyel. Hoppá! Figyelj, Lada, most olyan lesz, kicsit brutálba nyomjuk ezután. Tedd már föl azt a rohadt ajtót, hát. Nem tudom föltenni, hallod, össze kalimpál. Persze, mert benn van az ajtó, benn van, vagy mi van ott? Ott van egy ajtó belül. Az mi? Be van hajtogatva. Itt van a... Be volt egy ajtó. Volt neki, csak belülre volt nyitva. Nem tudom, hogy a francba lehetett belülre nyitni egy ajtót. De komolyan, befele volt nyitva. Hallod, itt éjfekete lett a zsiga, de viccelj. Mondjuk, meg nem látjuk meg. Kurva szar lett. Korom fekete. Csomagtérfedél nincsen? De van. Valahol. Ja, de van az. Csak le van csukva. Fekete? Francnak fújtam le feketébe, már megbántam. Le van csukva? Ja, bocs. Igen. Feketére le van fújva. Mindjárt lefújom fejére az egész kocsit, tehát ez így nem jó, bazza. Nem látjuk az autót. Nem?
Mi kell, kereket akarsz rakni? Vegyünk egyet, ja, eléggé fogynak a kerekek. Azt akartam egyet belerakni. Na. De hát nem annyira sikerül. Na, fehér lada. Ez olyan, mint hogyha izével lenne lefestve, pemzlivel, basszus. Szélvédő, kalaptartóra rakta a kereket, nem hiszem el. Ó, van lámpa. Rakunk be lámpát, legalább valamit látunk. Ó, ez... vannak még jó kerekek. Bazza, végén még kerékre kell vadászni, mert az a bajos itt, hallod? Én meg rakok hát legyen tartalék, vigyünk, már hamar ledurrogatja, látod? Hát már csak idő van vissza, 45 km elvileg. Vagy 5 km. Na, figyelj, van lámpánk is. Úgyhogy hátulra is egyébként izé lámpát kell elsőt. Az világész hátul. Folyadékok akkor most rendben vannak, minden? Aha. Az jó. Én meg gondoskodok kerekekről. Legyen tartalék. Jéj, fehér! Fehér a vezérgép. Jó. Kicsit rozsdás. Hátsó ülésre rak be. Azaz. Tartalék kerekek. Még a izet is le tudod venni, a... Ki tudod cserélni a pedálokat, hallod? Mert mindig látok pedálokat. Hűtőmaszkunk van? Van itt egy fekete. Van. Akkor jó. Menjünk akkor? Mehetünk. Más nem kell? Jó. Húha, mit lehet kajálni? Hallod, villog a kajám. Nekem is. Elvileg itt van, várja. Csak most meg legallul. Kaja. Aha. Ott van benn. Ott a. Ülj be, az egebből meg folyik. A petrol. Hallod, egy konzervet látok, csak te hányat látsz? Én egyet sem. Várja. Hát akkor ez... Edd meg, azt edd meg! Kannából folyik valami, vagy mi? Mi a fasz? Ja, a bugybarékon itt az üzemanyag fogy ki. Várjál, beletöltöm az üzemanyagot, akkor nem kell ezt a kannát már visszaraknunk. Egyébként, hogyha én megeszek egy konzervet, akkor te utána már azt nem tudod fölvenni, mi? Nem, akkor üres szerintem. Már üres, mi? Oda dobtad, ott van. Nézzél rá. Pörög, nem, üres. Üres. Megyünk gyorsan, azt kibírom. Hát van még egy körülbelül 3 mm-em. Gyorsan ezt berakjuk, más nem is köl. Meg ezt a hátsó lábát felrakom ide, jó lesz tolatónak. Na menjünk! Nyomjad neki, mert meg ilyen döglök. Na mi van? Na. Na. Etépeted a izét a... Várj, az ajtót beteszem. Csukd be az ajtót. Sokat nem látni. De most elvileg jobban megy a járna, mert most fullos lett. De nincs csomagtér rajtunk, te. Csomagtér? Belelátok most is. Én izé, nálam van. Van. Mi az a munkalámpa hátul? Ez azt hiszik tolatunk, bazze. Traktor munkalámpa. Szerintem meg fogok halni. Nem merem jobban nyomni neki, mert ezt állunk. Jó, mi neki? Most elvileg haladós a gép. Na mindjárt reggel lesz. Hát a izénél szokott lenni, nem? Van ott az a második torony, ott nem szokott lenni kaja? Nem biztos. Ja nem, ott, ott sose volt, csak pia volt egyszer. Ezt megnézzük, ezt a tornyot? Hát szerintem ne. Mint biztos nincs raja. Áh, vigyázz! Baszd meg, nagy sziklák! Menjünk, menjünk, azt a hátra találunk már a benzinkutat, mert megállunk fölöslegesen, nem lesz semmi, akkor vége a bulinák. Ezt ők kiátszuk ezt a demót, ma azt hiszem. 48 km, lehet, hogy leesünk a map szélén, baszd. Hosszabb a kipufogó, jó van. Ott valami van a távolban, nem? Aha. Á, csak egy izé. Mi repül ott be ez?
Csak egy ilyen Ne, ne maladó. halljak meg, nem látsz kaja vagy ilyesmi. Zoom-mal lesek, úgyhogy... De nem láttam. Figyelj, 49 km elvileg mindjárt meg vagyunk. Mi a fasz van itt bal oldalt? Fejjel egy autó. Ott egy épület. De abban szerintem nem lesz egyébként. Itt van, látod? Aha. Pipipálta ezért. Igen, az ki. Még egy éjszakát ki kell bírnunk elvileg, azt írja, ugye az. Na várja, hát ha lesz kaja. Bár itt aztán bajos, hogy nem lesz. Elhiszed? Gyorsod, kaja. Itt belőtte az egy gyepű. Itt is egy V8, hallod? Tényleg baza, de nincs egy kaja. Nincs kaja. Semmi kaja. Nincs, menjünk. meg fogok veszni, meg akkor úgyis vége, hogyha meg érdemesebb tovább menni. Egyébként azt írja, hogy még egy éjszakát kibírunk, ugye akkor az lenne jó, de hát kibírnánk lazán, csak meg fogok halni ilyen. Hagytuk a izét és az alkát. De most ez hülyeség, hogy mondjuk egy konzervet nem lehet megosztani. Hát jó van, de volt egy csomó, hogyha okosan játszik az ember, akkor tök sokáig elég lenne. Egyébként nekem nem tudom, ilyen brutálisan csúgy a grafika így, hogy minden tiszta víz. Ilyen elég fura most, nem? Neked nem? Ja, olyan, mintha ki lenne égve, mint az állat. Ja, ki van égve az egész. Nem tudom, mint pihvany lenne az egész. Mindegy kiégett fénykép. Ja. Meg még... Hoppá! Új, vagy mi ez? Már meg... Zombik! Zombik, menjél tovább! Akkor ezek szerint nem csak 50 km tudsz menni, hanem akármennyit szerintem. Itt is. Csak annyi, hogy... Ez volt a cél. Érted, hogy most nincs lekorlátozva, mert akkor nem lett vége a demónak. Aha. Tehát akkor mehetsz... Ja, mehetsz akármennyit, 500-at is akarsz. Csak az a baj, nem tudsz menteni. Ez egy eléggé nem jó. Vagy nem tudom, hogy hogy lehet-e valahogy. Igen, ez csúfos ez a kiégett, nem is tudom, fura. Várj, az ajtódat beteszem. Már nekem se engedi be az. Valami kajjal jó lenne. Még 2 mm. Pirosan vellog. Ja, időre megy. Látod ott bal oldalt, és mi a 6722. időt futottuk meg. Tehát előttünk végeztek 6721-en. Akkor egy páran kipróbálták ezt a játékot már, basszus. Aha. Látod, ott mutatja, hogy mennyi időt toltuk le. Meg álljak, ne? Mit látsz? Szerintem semmi. Tehát, hogy minél gyorsabban csinálod meg, annál jobb vagyok. Kíváncsi leszek, ma egyébként meg lehet nézni a menüben a ranglistát, hogy hány perc alatt tolta le valaki az 50 kilométert. Arra ki... ott van valami! Szerintem benzinkút. Mások, zabálok, hallod? Benzinkút. Akkor akár meddig lehet vele játszani, ez jó. Egyébként ezen állj be lehetne ökörködni, nem hülyeség, hallod? Hogyne. Hát ez kurva jó. Na, opa. Már ugrok és kivárja, vegyek enni. Haha, túlétük. Nem lenne egy kaja, Sebi? Ah, kaja! Volt 1 mm HP-m, hallod, vagy milyen kaja szinten. 1 mm. De ilyen, szerintem már... Már semmi nem volt. Na most kéne megrakni a csomagtartót, hallod. Kajával, meg itallal.
Na várjál, szerintem elbúcsúzok, mert tudod mióta sem egy két órás videó. Aztán maximum, Aha. akkor megkérdezzük a srácokat, hogy akarnak-e belül live-ot, vagy mi legyen. Na. Ja, jó van, oké. Na szavaztok, gyerekek! Sziasztok, csá Csá! mindenkinek!